Egy igazán kártékony zenekar, aki már sikeresen szétverte a berendezést itt a művelődési központban, de erről a részről nem fogunk beszélni, inkább arról beszéljünk, hogy hogy kerültetek tulajdonképpen tire. Ha jól tudom, akkor az Asphalt-hoz nektek azért erő teljesen közöttök van. Hát szerencsére sikerült megnyernünk ezt a Asphalt-es tehetségkutatót. Ez a 2009-es. Igen, a 2009-est, és talán ennek köszönhetően most ide kerültünk erre a koncertre mai napra. Úgyis hozzászoktál a mikrofonhoz, akkor én most átadom neked, és mutasd be a zenekarotokat, hiszen először vagytok itt a backstage-ben. Oké, tehát Pagdi Endre, ő a gitárosunk, és a másik gitáros Barna József, Kelemen Dorottya a dobok mögött, és Pap Attila, basszusgitár. És az ének mögött? Kis Péter. Azaz te. Mesélj nekem egy kicsit a zenekarról, hogyan, mikor jöttetek létre, milyen okból, kifolyólag. Két év? Ez most tőlem kérdezel? Hátulról segítséget kérek. Vagy akkor mondod inkább te? Két év volt tavasszal, hogy kitaláltuk, hogy legyen egy zenekar. Előtte mi már zenéltünk így hárman. És akkor szóltunk Petinek, hogy legyen ő az énekes. És hát ő lett. És ezért egyszerűen megy? Hát, így ennyi volt. De akkor még... Hát ez tulajdonképpen úgy. De akkor még? Ja, nem, igen, még volt először egy másik dobosunk. Igen, meg egy basszusgitárosunk is, és akkor ő helyettük jött Ati és Dodi. Igen, hát az én bátyám volt, aki az Etrigan zenekarban a gitáros, ő volt a basszusgitáros, de aztán őt váltotta Ati, meg hát dob területén történt még egy tagcsere, igazából ennyi volt, de két éve így megalakultunk, és hát azért most már egy jó ideje így együtt nyomjuk, tehát ez még az elején lezajlott ez a pár tagcsere. De akkor családilag megnyertétek az első, második helyet? Igen, és ez nagyon jól alakult. Főleg nekem így egymás után kétszer felmenni a színpadra, az így egy élmény volt. Meg hát úgy, nem tudom, tökre jól esett, meg úgy jó érzés volt ezt így, hát nem tudom, köszönjük ezért mindenkinek, zsűrinek is, hogy ez. Nagyon szívesen. Meg nektek is. Szóval az igazság, hogy vannak zenekarok, akik létrejönnek, de ez a formáció nekem azért is különleges, de hát nyilvánvaló ennek lehet, hogy van valamilyen szinten azért. Igen, tehát ez, én muszáj vagyok rákérdezni. Tehát honnan lehet lánydobosokat találni? Mondjátok el, hogy honnan jönnek a lánydobosok? Mert lánygitáros láttam, lányvokás láttam, lányékeres láttam, de lánydobos azért Magyarországon szerintem 100 zenekarból egy, vagy 1000-ből egy. Sőt, én azt mondom, hogy igazság szerint Magyarországon nem is ismerek lánydobost. Én ismerek egyet, aki megnyerte a 2009-es zenekarok versenyét, az Asphalt-ot. Na akkor majd, hát igen. De azok ti vagytok! Most azt akartam mondani, hogy akkor a 2010-es nyerjük meg, de azok akkor mi volt? Igen, ti voltak. Hát Jocit kell megkeresni, Jocit, mert így nem tudom. Megkeressük a kérdéssel. Jocit. Hello. Honnan lehet női dobost találni? Nem tudom. Van női dobos képző? Van, Debrecenben működik. Dodit is onnan hoztuk ki, nagy nehezen. Rengeteg növendék közül ő volt a legmegfelelőbb a célra, szóval... Neki lobogott jól a haja, igen. Meg úgy... Hát nem szépen. Tudom. És ő tudta legjobban ütni a pergőt. Igen. Nagyon, nagyon jól tudja. Nagyon jól üti. Ki? Nagyon. Te. Na mesélj nekem arról, hogy milyen egy ilyen zenekarba játszani, hogy csak fiúk vannak, és te vagy a dobos, aki tulajdonképpen az egész alapját adja a zenekarnak. Hát elsősorban azért jó, mert már ismerjük egymást, tehát úgy nyilván nem tudnék egy együttesbe beszélni, hogyha nem lennénk már barátok boldogságban. Tehát ezt együtt kezdtünk egyébként. Igen. Adjatok lehetőséget a hölgyeknek. Na, kicsit most vissza a vokálba, most nem te vagy a front. Tehát már egy jó 5-6 éve ismerjük egymást, hát én vagy 8 éve dobolok, úgyhogy így az így adott volt, hogy egyszer csak így összeültünk, aztán így a garázsba így elkezdtünk játszani. De? És aztán jött ez az ötlet, hogy Petivel szeretnénk egy ütöst, és aztán így, ez így mindenkinek jobban bejött, mert így átmentünk ilyen rock, meg pop irányba, mert előtte punk zenekarunk volt, és az nem volt annyira népszerű. Én énekeltem. Úgy látom, azért mindenki kipróbált mindent, nem? Mindent elárulhat, én énekeltem. Jó voltam. Azért figyelj, tehát gitár. Igen, azért valamit énekelj abból az időszakban, egy picit énekelj most itt neki. Nem. Csak két mondatot, vagy két sort, két refrén. Nem. Arra vágytam, legyen ágy a kis szobámban. Ez igen? Volt ilyen is. Ez első szerzeményem. De
De ez egy őszinte szívből jövő vallomás lehetett. Nem jött létre, mert anyámnak nem volt pénze. Én még erre emlékszem. Meséltek arról, hogy mikor várható az első igazi album, ami megjelenik, és amikor már országos szinten lehet titeket hallani. Hát én bízom benne, hogy most sikerül ezt a felvételt, amit novemberben kezdünk meg. Ugye köszönhetően annak, hogy nyertünk az Asztfesten egy-két számra felvételi jogot, de ezt kiegészítjük az anyagiakkal, ami még szükséges, és így megpróbálunk felvenni egy teljes albumot, vagy legalábbis egy majdnem teljes albumot, tehát legalább azért 8 számot úgy tervezzük, hogy felveszünk, és itt a 8 szám közt ugye mindenféle dal, ami kedvenceink közé tartozik, ez ott lesz, és ez szerepelni fog jó minőségben, letölthető lesz, és hát ezt megpróbáljuk minél jobbra megcsinálni.